Komoly nemzetközi támogatást kaptak a görög tűzoltók, de egyelőre ez sem elég, hogy megfékezzék az Evia szigetén, illetve az Olimpia környékén fellángolt tüzeket. 7 tűzoltó repülőgépet és 7 helikoptert vetettek be a térségben. Ezek támogatják a 181 tűzoltóautó és 578 fős legénységük munkáját. Sokan mégis úgy érzik, magukra hagyták őket, és így gondolja ezt ez az önkéntes is. Senki sem segít. Ahogy látják, nincsenek itt se tűzoltójárművek, se repülőgépek, semmi. Itt mind önkéntesek vagyunk, néhányan az erdőben dolgoznak, vagy fát vágnak. Nincs semmi és senki, aki segítene. Az Európai Unió több országa is komoly segítséget adott a katasztrófa elhárításához. 38 tűzoltóautó érkezett Franciaországból, 21 az Egyesült Királyságból, 18 Németországból és 14 Csehországból, de jöttek egységek Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és Ukrajnából is. Evia északi részén továbbra is sok a tűz, melyek közül több is falvakat veszélyeztetett, de a jelentések szerint kisebbek a korábbiaknál, így könnyebben kordában tarthatóak. A szerdai az első nap, amikor az oltást végző repülőgépek jobb látási viszonyok között dolgoznak a kisebb füst miatt. Görögország 74 tűzoltó repülőgépe közül mintegy 20 vethető be egy időben.